Na, sziasztok, üdvözlök, én nem mindenkit Csomádról. Csomád a sors úgy hozta, hogy eljöttem ide. Ez annyi a történet, hogy ugye Ivacson szálltam le a vonatról, és voltam a Medveparkban, és visszafele, az út átjárónál, a Medveparktól hazafele, láttam elmenni azt a vonatot, ami a nyugati fele megy, és a következő egy óra múlva jött volna. És akkor mondtam, hogy akkor már nem Ivacsra megyek, hanem Csomádra, mert egyszerűbb, akkor már, meg egy óra múlva jön a következő, és addig bőven van idő átérni. És egy földúton végig lehetett sétálni, ott a reptéretől egészen idáig. Ott a második oszlopnál, ott volt a földútból egy leágazás, és ott jöttem ide be. És itt meg látjátok egy kétvágányos állomás, Csomád, egyébként régen háromvágányos volt. És eléggé el van itt dugva, mondhatni itt a semmi közepén van, tehát a falu az nincs innen, vagy város, nem tudom, hogy Csomád micsoda, de nem a szomszédban van. És ott a állomás másik oldalán lehet egy út, mert ott láttam autókat elmennék. Lehet, hogy a földútnak ott vége, és akkor ott kezdődik a műút. Még akár ott is kimehettem volna. 20 perc múlva fog jönni a vonat, addig másik nem jön, a Váci az már elment. Úgyhogy legalábbis ablakos vonat nem fog itt jönni. Tehervonat ugye bár jöhet, mert az elvileg jöhet bármikor ezen a vonalon, de én úgy tudom, hogy nem igazán jellemző. Ugye a pályasebesség meg az adottságai a vonalnak most így felújítás előtt, hát nem igazán jó arra, hogy tehereket erre küldjék, csak mondom, végszükség esetén jön, mert végül is ugye 60-as nagyjából megvan mindenhol és villamosított. Hát jó, van, ahol nyilván gyorsabb is, mint 60, de ez ugye ez a standard tempó. És ilyen az, itt lehetett a harmadik vágány, ezen a részen, mert itt a kandelábenek sem véletlenül vannak messzebb. De mindjárt felérünk a peronra is. Meg hát ugye egy vágányú a vonal, tehát azért se igazán jó teherezésre, amikor ott van a 70-es, ami két vágányú végig. És több lehetőség is van félreállítani vonatokat, mint itt. És akkor látjátok a névtábla kint van, és akkor itt az állomás épület, egyébként lakják. Legutóbb a Samus külön vonattal voltunk itt, ugye itt álltunk félre keresztre, hogy a forgalmi vonatokat elengedjük. És ugyan embert nem láttunk a állomás környékén, viszont van kutya a kertben, tehát hogyha meg kutya van, akkor valaki lakik is itt, mert nyilván a kutyát valakinek etetni kell. És valószínűleg itt volt, azért van távolabb az épület a pelontól, mert itt volt a harmadik vágány. És ott látszik a melléképület is. Vasútszabvány. És már se egy kiadás, se szolgálat itt nincsen, úgy tudom. Vagy legalábbis állandóan nincsen. És ott volt a régi felirat. És ott pedig van egy mézga csatlakozó, ahol tudom, a vonalon lehet ugye a menetirányítónak beszólni, és itt pedig van a váróterem, ez mind. Hát és ugye a jegykiadás az nincsen, de egy jegykiadó automatát azt tettek ide. Ki van rakva a menetrend is, ahogy az kell. És hirtelen, vagy azt nem tudom, hogy itt most azért távkezelt állomás, vagy hogyha keresztre van szükség, akkor megnyitják, és egy váltó közel. Itt a földút vége. Akkor igen, bejöttem volna egészen idáig. Szóval ez volt az a földút, amin végigjöttem, tehát egészen idáig bejöttem volna. És arrafele van Csomád. Az pedig ott már egy főút. És az egykori állomás épület utcafrontja az ennyi. Hát azt nem tudom, hogy pontosan milyen messze van a falu. Ja, egyébként van itt egy B+-szer parkoló is. Hát nem túl sok kapacitással, de van, tehát igazából ezzel némileg lehet kompenzálni azt, hogy nem ugye a pont a településen van az állomás, tehát hogyha csak néhány kilométer, akkor az biciklivel könnyen át lehet hidalni. Hát ez pedig itt van valószínűleg egy egykori áruraktár lehetett. Hát akkor minden itt már olyan más bemutatni való nincsen, megvárom a vonatot, aztán irány Budapest. Ennyi, ez egy ilyen gyors bejelentkező videó volt. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!